Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A gengszterek nem ismernek tréfát. Halló, Leibold úr! Dr. Blunk, jó napot! Jó napot! Örülök, hogy összefutottunk. Észrevettem magát, hogy elhajtottam erre. Hogy van? Köszönöm, jó. Még mindig itt dolgozik, és amellett tanul is? Igen, a munkából fedezem a tanulmányaimat, és legalább a szakmában vagyok. Na, egy leendő biológus mosogatja a reagens üvegeket, vagy azóta már többre vitte? Nem sokkal többre, de azt hiszem hasznos, ha az alapoktól kezdve tanulom ki a szakmát. Jó. És maga mit csinál, mióta elment innen? Én akad megbízatás, és nem kötöm le magam. Hát szóval félig meddig önálló vagyok. Mondja csak, ráér most egy kicsit? Igen, most nincs fontos dolgom, haza akartam menni. Ne ígyunk egy pohárral valahol. Megvan még az a kis vendéglő az Izárhíd mellett? Igen, megvan még. Remek, akkor szálljon be. Mire hívhatom meg? Egy sörre, de előbb telefonálnom kell. Mégis van program? Á, nem, csak értesítek valakit, nem tart sokás egy perc. Mi a manó? Csak nem Dr. Blunk? Életnagyságban, hogy mint van? Ó, remekül, régen láttam mifelénk, parancsoljam. Elkerültem abból az intézetből, ott fönn a téren. Két sört lesz szíves. Hozom már is. És egyébként hogy van? Köszönöm, kiválóan. Most valami más csinál? Dehogy. Ha a biokémikus az ember, akkor mindig az is marad, attól nem szabadul meg. És most milyen cégnek dolgozik? Hát, most szaktanácsadó vagyok, és így végre a magam ura lettem. Gratulálok. Tehát két sör lesz. Igen, két sör. Maria? Igen. Mi történt? Honnan beszélsz? Figyelj csak, találkoztam valakivel, egy doktorral, nálunk dolgozott régebben, és az egyik munkatársa volt Bathaus professzornak, és meghívott egy pohár sörre. Uh-huh. És mikor jössz haza? Igazán nem tudom, meddig tart. Az a gyanú, hogy akar tőlem valamit. De még nem tudom, hogy mit. A két sör. Köszönöm. Aj, tessék. Tá, jöjjön, várja a sörre. Ó, köszönöm. Rosit. Tudja, hogy gyakran eszembe jutott azóta? Valóban? Igen, mindjárt meg is magyarázom, miért. Vannak emberek, akik kötelességtudóak, alaposak, megbízhatóak, pontosak. Tehát jól használhatóak minden szakmában, ez természetesen magára is áll. De maga ennél többre is képes. Örülök, hogy ez a véleménye. Mindig is az volt a benyomásom magáról, hogy nem olyan ember, aki szürke akar maradni. Szürke? Igen, szürke. Hogy mi a szürkeség, az nem szorul magyarázatra. A szürke tömeg, amelynek nincs szava, nincs befolyása, nincs pénze. Egyébként kinek telefonált az előbb, hiszen nincs családja, ugye? Nincs. Barátnő? Barátnő. Talán egy kicsit több is. Gratulálok. Vagyis együtt él vele? Igen. Ő mit csinál? Dolgozik? Nem, ő is tanul. Gazdag lány? Jó módú szülő? Dehogy. Gépelést vállal, hogy megéljünk. Hát, amint látom, a közgazdasági mutatói nem igen javultak. Nem, inkább tovább romlottak. Én talán segíthetek magán. Segíthet? Nem hiszem, hogy ne szeretne pénzt keresni, és ráadásul nem túl nagy munkával. Ki ne szeretne pénzt keresni? Én bizony igen. A világban sok pénzt cserél gazdát, és némely helyen
Ott van az ember orra előtt. Csak a kezét kell érte kinyújtania. Tudna nekem mutatni egy ilyen helyet? Már ott is van. Csak még nem tud róla. Mutassa meg, hogy én is lássam. Iszunk egy snapsot? Igen. Nincs lent még. Biztosan a szobájában van. Felszólok neki, várjon itt egy percig. Felhívhatnám addig a barátnőmet, szólok neki, hogy tovább maradok. Ennyire hozzá van kötve? Hozzá kötve? Mit akar ezzel mondani? Tudnia kell mindenről? Nem. Értem, miről van szó, ne féljen. Érti, miről van szó? Arról, hogy ez köztünk marad. Említette neki a nevemet? Mit mondott rólam? Megbízható ember vagyok, ugye? Nem említettem a nevét. Habozás nélkül nemet is mondhat. Habozás nélkül igent akarok mondani, amint azt az embert látom és hallom. Na jó. Csodában vagy. A palaszban. Meg kell még beszélnem valamit. Igen. Nem mondhatok erről semmit. Legfeljebb az, hogy kaptam egy ajánlatot. Egyelőre nem árulhatom el, hogy mi az, de egy zsákpénzt hoz nekünk. Nehogy butaság. Hát mert hajlamos vagy rá. Ahogy pénzről van szó. Nem, úgy értem, amint pénzről van szó, te elveszted rögtön a... Nem, nem az eszedet. Nem erre gondolom. Szóval nem jössz haza. Hát mert csinálom a vacsorát. Nem tudom még, mikor érek haza, de majd újra felhívlak. Jó? Szia. Azt hittem, hogy lejön a pasas. Jobb, ha a szobájában beszéljük meg. Tessék! A szakember? Ismeri a témát. Legalább úgy, mint én. Tudja, mit akarunk? Igen, elmondtam neki. Meg is értette? Miért nem hozzám beszél, ha itt vagyok? Hát jó, magától kérdezem meg. Otthon van a témában? Igen. Éppen azon az osztályon dolgozom. Nem valami fontos beosztásban, csak laboránsként. De a munkatársak sohasem értették meg, mit jelent ez a munka egy hallgatónak, aki rajong a tudományért. Tudtam persze, mi a kutatási feladat, és jobban izgatott az egész, mint a kollégáimat, akik dolgoztak rajta. Az a lényeg, képes lesz-e a sok irat közül az igazit, a nekünk valót kiválasztani? Képes lesz rá? Igen, de egy pillanat. Hadd kérdezzek most én valamit. Mekkora a kockázatom? De hát mondtam már, szinte semmi kockázat nincs. És nem egyedül csinálja. A terepet alaposan előkészítettük. Igen? Köszönöm. Arról kaptam hírt, hogy ma éjszaka alkalmas lenne. Miért? Balthaus professzort estére hívták meg, a feleségével. A szakásnő 8-kor haza szokott menni. Igen. Ez nagyon váratlanul jött. Ki kell használni az alkalmat? Adjon eligazítást neki. Megfordult valaha a professzor házában? Nem, eddig elmulasztott meghívni. Akkor ma éjjel lesz a premierje.
Kaphatnék, kérem, egy borítékot? Természetesen, parancsoljon. Köszönöm. Szívesen. Feladná ezt a levelet? Hogy ne kérem. Köszönöm. Köszönöm. Halló? Na végre! Hiába várlak órák óta. Miért nem jössz már? Nekem még dolgom van. Egyelőre nem mondhatok többet. A palaszban vagyok. De megér egy estét. Te is örülni fogsz neki. Maria! Elfelejtettem mondani, hogy szeretlek. Viszlát. Tudja, mi a tendője? Igen. Ismételje meg. Elmegyek a ház mellett balra a kerti oldalon. A pincerács ki lesz emelve, a pinceablak pedig feltörve, keresztül megyek a pincén és fel a pince lépcsőn. A házban nyíló ajtót szintén feltörték. Felmegyek az előcsarnokba. Oké. Okay. Igen. Indulhat. Mostantól csak magára számíthat. Igen. Óvatosan csinálja. Ne felejtsen el kesztyűt húzni. Találkozó a City Pince garázsban, mondjuk egy órakor. Annyi biztos, hogy lesz. Ideges? Kiben nincs feszültség ilyenkor? Ebben igaza van.
A férjem Balthaus professzor ott van még? Nem, köszönöm, ne hívja a telefonhoz. Esetleg annyit mondjon neki, hogy én már itthon vagyok. Köszönöm. Maga mit csinál itt? Jó estét! Jó estét! Jó estét, doktor úr! Jó estét! Megállapította a halálokát? Az áldozatot lelőtték, közvetlen közelről. Szívlövés. Köszönöm. Személyigazolvány, diákigazolvány. Biológusnak tanult. A címét is tudjuk tehát. Akkor menjünk. Tudja, milyen késő van? Igen, tudom, de az ügy nagyon sürgős. A bűnügyi rendőrségtől jöttünk. Várjon, hozom a szemüvegemet. Roland az? Nem, a bűnügyi rendőrség. Mi? Micsoda? Jó estét. Jó estét. Jó estét. Valami baj van? Ugye, itt lakik Libó túl. Igen. Roland Libó. Mi van vele? Megtudhatnám, ki maga a felesége? Nem, az élettársa vagyok. Mi történt vele? Hát, Roland Libót meghalt. Lelőtték ma éjszaka. Mi? Szervusz, Ruth. Azonnal indultam haza. Nem tudtam, mit tegyek. Gondoltam, talán jobb, ha megvárom. Igen, rendben. Vagy rosszul tettem, hogy vártam? Nem, dehogy. Nem tudom, eltűnt-e valami. Hol jöttek be a házba? A pincén át. Aha. Feltörték a pince ajtót. Igen, eltűnt valami. Nincsenek meg az eredmények. A legújabb kutatási anyag egy dossziéban volt itt a szekrényben. Elvitték? El. Nagyon fontos iratok ezek? Csaj, megvan az értékük a pincén át. Na, várjunk csak, várj, nehogy elrontsunk valamit. Nem nyúlhatunk semmihez. A rendőrség rögzítse a nyomokat. És mondd, hogy fedezted fel? Hát, hazajöttem, és minden ajtó nyitva volt. Fényt láttam ebben a szobában, és azt hittem, hogy te jöttél már meg. Aztán így találtam a szobát. Feltúrva. Lehet, hogy meghallották a lépteidet. Úgy érted, hogy itt voltak még a házban? Talán csak másodperceken múlt az egész. Az, hogy nem botlottál beléjük. Jóságos Isten. Akkor talán életveszélyben voltál. Valóban? Nem biztos, de lehetséges, sőt, könnyen lehet. Mi is a rendőrség telefonszáma? 1-1-0. 1-1-0. Balthaus professzor.
Betörést kell bejelentenem. Háromszor is telefonált ma este. Első ízben csak annyit mondott, hogy találkozott valakivel, aki valamikor a professzora mellett dolgozott, és hogy sörözni megy vele. Hogy hívják azt az embert? Nem mondta meg. És én nem kérdeztem. Tehát háromszor hívta fel. Igen, másodszor egy szállodából. Melyik szállodából? A Palace-ból. És mennyivel később hívta? Talán 2 órával. Azt mondta, még dolga van, és hogy fantasztikusan jó ajánlatot kapott. Milyen ajánlatot? Arról nem akart beszélni. Telefonon nem. Azt mondta, egy zsákpénzt kap érte. És a harmadik hívás? Az egy órával később volt. Szintén a szállodából. Azt mondta, ne várjak rá ma este. Késő éjjel végez. Hol találták meg Rolandot? A City pince garázsban. Lelőtték? Tessék, uraim, tegyék meg, amit kell. Lemennek a pincébe, talán találnak új lenyomatokat, bár maguk sem hisznek benne. Azt mondják, ez profi munka volt. Töltesz nekem is valamit? Le vagyok sújtva. Borzasztó csapás ez. Átlátod már, mekkora veszteség? Célra törő munka volt. Tudták, hogy mit keresnek, és amit kerestek, meg is találták. Mi volt az? Mit érsz a címével? Vagy talán járatos vagy a sejtbiológia területén? Nem. Kérlek, bocsásd meg, hogy erről kérdeztelek. Csak a tudomány nyelvén magyarázhatnám meg, és az neked kínaiul lenne. Tudom, hogy nem értek a munkádhoz. Nem is fáradtál, hogy megértsd. Beismerem, hogy nem. De arra kíváncsi vagyok, ki érdeklődhetett így a munkád iránt. A konkurencia, szívem, a konkurencia. Ezen a területen világméretű verseny folyik. Az új jövő kapuját tárjuk ki most, és azon fordul meg minden, ki lép ezen a kapunát először. Érted most már? Nem mondhatnám. Csak annyit értek, hogy amit elloptak, nagyon sokat érhet. Igen. Mennyit? Mi mennyit? Ki lehet pénzben fejezni? Milliókban. De minden konkurens cégnek szinte megfizethetetlen. Ha a tudományodat nem is, valamit most már értek. Szíveskedjenek itt várni néhány percig. Igen. Barthouse professzor elnökségi ülésen van. Kis türelmet, uraim. Várunk. Ha valami italt parancsolnak, töltsenek. Nagyon kedves. Köszönjük, nagyon kedves. Ez igen. Mindenből a legjobb. Mintha minket vártak volna. Csúcsbüfé. Nem is csoda, milliárdokat forgalmaznak. És mi mit forgalmazunk? Hát, mi az igazságosság tőkéjét igyekszünk gyarapítani. Szép mondás. És gyarapszik? Az a fő, hogy legalább mi higgyünk benne. Jó napot. Jó napot. Az urak a bűnügyi rendőrség? Igen, a nevem Derrick, a társam Klein úr. Jó napot. Néhány jó kérdést napot szeretnék feltenni önnek, professzor úr. Tehát van már újság? Hogy újság? Miért kérdezi? Hát nyilván az éjszakai betörés miatt jöttek. Betörés? Vagyis önnél ma éjjel betörés történt? Igen, még az éjjel értesítettem a rendőrséget, el is kezdték a nyomozást. Nem a betörés miatt jöttünk, az ügy, amit vizsgálunk, gyilkosság. Gyilkosság? Hogy? Tessék, sir. Köszönjük.
Igen, tegnap éjszaka meggyilkoltak egy fiatalembert, egy bizonyos Roland Libótot. Libót, Libót. Azt hiszem, dolgozik egy Libót valamelyik laborunkban. Egyetemista. Igen, róla van szó. A fiút meggyilkolták? Igen, az éjjel holtan találták. A City pince garázsban, a mellén lőtt sebbel. És az urak ebben az ügyben hozzám jöttek érdeklődni? Tulajdonképpen csak az egyik volt munkatársa iránt. A nevét nem ismerjük, de tudjuk, hogy doktori címe van. Doktor, a név sajnos még nincs meg. A munkatársam? Régebben volt a munkatársa. Régebben. Csak egyetlen munkatársamtól váltam meg, doktor Blunktól. Miért érdeklődnek róla? Az az egyetemista tegnap este találkozott az ön egyik volt munkatársával. Ennyi az egész, amit tudunk. Tudna segíteni nekünk doktor Blunk megtalálásában? Sejtelmem sincs, hová került. Már 2 éve, hogy elbocsájtottuk. Ön volt az, aki elbocsátotta? Hogyne, én. Az elnökséggel egyetértésben. Elmondaná, mi oka volt rá? Igen, a tudományos követelményeinknek nem felelt meg. És tegnap este ez a Blunk, meg az a, hogy is hívják, Libot, találkoztak? Igen. Nem segíthetek az ügyben. Rég szem elől tévesztettem Blunkot. De most hadd kérdezzek valamit a betöréssel kapcsolatban. Elloptak a házból valamit? Igen. Megkérdezhetem, hogy mit loptak el? Kutatási eredményeket. Ezek szerint tehát nem közönséges betörésről van szó. Nem. Csak egy bizonyos dossziét loptak el tőlem. Én legalábbis biztos vagyok benne, hogy a betörés csak is ebből a célból történt. Most tárgyaljuk az elnökséggel a teendőket, az ügy konzekvenciáit. És az a doktor Blunk az ön osztályán dolgozott? Igen, de nem sokáig. Gondolja, hogy lehet valami köze a dosszié ellopásához? Nem tudom elképzelni. A pasos egy tökfilkó volt. Mondtam már, hogy a tudományos követelményeinknek nem felelt meg. De most hadd kérdezzek én valamit magától. Úgy gondolja, hogy összefügghet a meggyilkolt diák halála és a betörés a házamban? Elképzelhetetlen ez? Nem. Egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ez még mi a csoda? Ennyi sok pénz. Levél jött Rolandtól. Benne 5000 márka. Egy halott hogy küldhet levelet? A bűnügyi rendőrség? És engem keresnek? Igen. Tessék, jöjjenek be. Köszönjük. Elnézést, uraim, hogy ilyen rendetlenség van, de beteg a bejáró, nem? El sem tudom képzelni, hogy miért keres a bűnügyi rendőrség. Egyedül lakik itt? Egyedül. Vagy azt akarja tudni, hogy nős ember vagyok-e? Nem vagyok nős. Csak voltam. Miért kérdezi? Mi a foglalkozása? A munkám? Momentán önálló vagyok, tehát itthon végzem a munkámat. Láthatják, még takarítani sincs időm. Tessék, foglaljanak helyet. Igen, köszönjük. Bocsásson. Nem baj, nem történt semmi. Maga biokémikus? Igen, az vagyok. Megmondanák végre, miért jöttek? Töltetek valamit, nem isznak velem egy pohárral? Nem, köszönjük, nem. Ön ugye tegnap este találkozott Roland Libottal. Hát igen. Véletlenül összefutottunk. Honnan tudják, hogy találkoztam Libottal? Először egy vendéglőbe mentek sörözni, utána pedig egy szállodába. Igen. Itt történt, igen. Együtt voltam vele a palaszban, igen. Ő hívott el. Azaz ő hívott meg oda, meghívott vacsorázni.
Kérdeztem is, hogy ilyen jól van eleresztve, hogy meghívhat. Akkor ő a zsebében nyúlt, és egy csomó ezrest húzott elő, amit csak úgy kötegestül volt nála. De miért kérdezik? Tehát tegnap vele vacsorázott a szállodában. Igen. Ketten voltak csak? Igen. Miről beszélgetett vele? Miről? Mindenről általánosságban. Emberekről, akiket ismerünk, mármint ismertünk mind a ketten, az intézetről, mindenről, ami szóba jöhet, ha két régi ismerős találkozik. A szállodában meddig voltak együtt? 9-ig? 9:30-ig? És akkor hirtelen azt mondta, hogy dolga van. Gyanúsítják valamivel? Mégsem iszik valamit? De, hogy nem. Köszönöm. Maga alkoholista? Nincs joga ahhoz, hogy ilyet kérdezzen. Vagy talán fontos az maguknak? Hogy iszom-e, hogy miért iszom, és hogy mennyit? Van, aki bánatában iszik, nem? És van, aki örömében. Maga miért iszik? Semmi köze hozzá. Mi van Lébóttal? Meghalt. Érti, amit hallott, ugye? Igen, értem. Hallottam, igen. De hogyan halt meg? Valaki meggyilkolta. Jó napot. Jó napot. Bűnügyi rendőrség, megengedő, hogy bemenjünk? Csak tessék. Köszönjük. Bocsássam meg, ön ugye... Balthausné. A férjem nincs. Igen, tudjuk, már beszéltünk vele. Tessék, jöjjenek be. Köszönjük. Újra megnézik a betörés színhelyét? Ó, nem, a kollégáink már mindent megvizsgáltak, és mi nem a betörés miatt jöttünk, hanem a gyilkosság ügyben. Gyilkossági ügyben? Igen, okunk van feltételezni, hogy a betöréssel összefüggésben gyilkosság is történt. Gyilkosság? De hát ki gyilkoltak meg? Egy egyetemi hallgatót, aki a férje egyik laborjában is dolgozott, a neve pedig Roland Lebaud. Hogy függhet össze ez a betöréssel? Hát igen, egyelőre gyanítjuk csak, hogy így van. Lebaud úr találkozott tegnap az ön férje egyik volt munkatársával, dr. Blunkkal. Ismeri a nevét? Lehetséges, hogy hallottam már róla. De nem emlékszem rá. Hát minden esetre dr. Blunk és Lebaud tegnap együtt vacsorázott egy szállodában, és közben néhányszor telefonált a fiú, és mondott egyetmást a barátnőjének. A barátnőjének? Igen, akivel együtt él. Azt mondta, nagyszerű ajánlatot kapott, és ne várja meg a vacsorával, ő majd csak éjjel megy haza. És? Nem ment haza. Holtan találták a City pince garázsban, ott lőtte le valaki. Uramisten. És a tettes? A gyilkosa? Ismeretlen. Ma reggel érkezett? A postával. Tegnap adták fel. Levél nem volt a borítékban? Nem. Várjon csak, van itt valami. Szeretlek, kis angyal. Az ő keze írása? Igen. Na jó. Akkor tartsa meg a pénzt. Hiszen a magáé. Igen. De szeretném tudni, hogy miféle pénz ez. Kitől való, és miért kapta Rolandt? Megtarthatja nyugodtan, amíg ki nem derül.
Nagyon köszönöm, kisasszony, hogy tájékoztatott minket. Viszontlátásra. 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 5000 márka. Kitől kaphatta? Blunktól? Talán igen, talán nem. Nem nagyon valószínű. De azért várj csak. Berger, bejönnél? Teljes megfigyelés éjjel-nappal. Az illető személy neve dr. Blunk. Harry, add meg a címet és a tudnivalókat. Én újra beszélek Balthaus professzorral. Rendben. Megterítsek az ebédhez? Nem vagyok éhes, köszönöm. Várja valaki a szobájában. Jó napot. Jó napot. Maga Maria Tobler? Igen. És maga kicsoda? Balthausné vagyok. Elnézést, hogy én váratlanul rátörök magára, de én tegnap éjszaka beszéltem Roland Lébottal, kisasszony. Amikor előtt a házunkba, hogy a férjemet meglopja, leülhetek, ugye? Szeretnék még feltenni néhány kérdést, professzor úr. Csak tessék, fáradjon be, egyedül vagyok, a feleségem a városba ment. Rábukkantak dr. Blunk nyomára? Igen, megtaláltuk. Nem megy ki a fejemből, amit említett. Tényleg az a gyanújuk, hogy Blunknak a betöréshez valami köze lehet? Tudja, ez az ember bármilyen közepes vagy szerény képességű is, rendelkezik bizonyos ismeretekkel, és mivel részt vett a munkánkban, könnyen lehet, hogy felhasználta a konkurencia. Igen. És az ő megbízásukból környékezte meg azt az egyetemistát. Tessék! Köszönöm. Mi a véleménye? Mindenek előtt Lebotról szeretnék most beszélni magával. Milyen szinten volt szakmailag? Fiatal ember, persze gyakorlatlan még, de nagyon tehetséges. Azért vállalt munkát, hogy a tanulmányait befejezhesse. Tudott annyit, hogy az ön irataiban eligazodjék? Hát, azt hiszem, igen. Na de, hogy ez a fiú eljöjjön betörni, őt bérelje fel a konkurencia. Tegnap este küldött a barátnőjének 5000 márkát egy borítékban. 5000 márkát? Hát ez borravaló. Na, hát csak, hogy itt vagy. Hát hol voltál eddig? Telefonáltam az intézetből, órák óta nem vagy itthon. Ráadásul ebben a helyzetben. Miért? Mi történt? Jó napot. Jó napot. Hogy mi történt? Egy ilyen betörés után, ami kész katasztrófát jelent nekem is, a cégünknek is. Kérem, bocsásson meg, de a tudatlanság mindig felháborít. Ez olyasmi, amit nem értek meg, nem érthetek meg soha. Te nem tudod átlátni a dolgok összefüggéseit. Talán nem így van? Ennek a dolognak látom az összefüggéseit. Tulajdonképpen mi történt? Megszereztek tőled egy pár kutatási titkot mások, akik ugyanazt valamivel később szintén felfedezték volna. Csak pénzről van szó, semmi másról. A férjem nem kínálta semmivel? Derik úr csak most jött. Köszönöm, nem kérek semmit. Alapos gyanú merült fel, hogy a biológus hallgató megölése összefügg a betöréssel. Igen? Ami valószínű is. Ezek után nagyon valószínű. Hogy jutott volna be az a fiú ide? Lángvágóval szedték ki a pincerácsot. És ahogy a pinceajtót kinyitották, az is szakemberre vall. Csak nem hiszed, hogy az a fiú meg tudta volna tenni? Miből gondolja, hogy nem? A kollégái tegnap éjszaka határozottan azt mondták, hogy ezt a betörést csak profik követhették el. Az a fiú tegnap kapott 5000 márkát. 5000 márkát? A férje szerint ez csak borravaló. Talán nem így van, mikor az az anyag milliókat ér. Elnézést kérek, megyek a szobámba. Bocsásson meg. Amint látja, a házasságunk nem a legjobb. A feleségem meg én csak egymás mellett élünk, de más világban. Ami manapság nem éppen ritka eset. És a felesége vajon milyen világban él? Tudja az ördög. Az ő világában nem igazodom el.
Dr. Blunk. Hát akkor sok türelmet, öregem. Ha bemarad a házban, éjfélkor levált valaki. Szervusz. Szervusz. Ez aztán a meglepetés. Mit keresett itt a lány? Ki ez? Maria Tobler. A megölt diák barátnője? Igen. Keresgél, mintha nem járt volna még itt. Egészen biztosan Blunkot keresi, de mit akarhat tőle? Fogalmam nincs. Oké, várjunk még. Kíváncsi vagyok, mi lesz. Miért nem jössz le hozzám? Mindjárt lemegyek. Mondd, mit csinálsz te itt fent? Hogy mit csinálok? Töprengek. No, hogyha, ugyan mind. Nagyon kérlek, hagyd most békén. Eredj csak le. Majd megyek én is. Vagy nem megyek. Megkérdezhetem? Mi bajod van? Nem. Igen, hogyne. Egy kis türelmet. Ruth, telefon. Tessék. Igen, Ruth Balthaus. Értem. Jó, rendben van. Nem. Köszönöm. Mi volt ez a furcsa telefonbeszélgetés? Csak egy barátnőm hívott telefonon. Ide hallgass, adok egy jó tanácsot. Soha se hazudj intelligens embernek. Itt senki sem beszél a barátnőjével. A barátnő nem egészen pontos szó. Akkor mondd a pontosat. Ma este még valószínűleg el kell mennem itthonról. Egy másik hívásra várok, hogy ne érjen meglepetés. Nem árulnád el nekem, hogy mi megy itt végbe? Nem. Ezek szerint a házasságunk most ért a mélypontra. Mélypontra? Inkább vége szakadt. Válasz? Igen, el foglak hagyni. Remélem meggondoltad, hogy mit teszel. Hol van Dr. Blunk? A palaszban. Igen. Igen. Kivel? Ki lakik? Ki lakik abban a lakosztályban? Egy bizonyos Bolsz. Pillanat. Valami végre mozgásba lendül. Berger, már is megyünk a szállodába.
Blunk a bárban van egyedül. Bolz elutazott. Nem tudtam, melyiket figyeljem. Elutazott? El. Kifizette a számlát, a podgyászt a kocsihoz vitette. Taxival ment? Nem. Egy zürichi rendszámú fehér Mercedes. A rendszám megvan? Persze. Akkor továbbítsátok, tartóztassátok fel a kocsit. Közúti ellenőrzés, vagy találj ki valamit. Gyere! Jó estét, dr. Blunk. Ki az a Bolz? Mit beszélt meg vele az előbb? Na, gyerünk ki vele, de hamar. Mit is mondod? Bolz? Igen, Bolz. B-O-O-L-S. Az az ember, aki pár perce még a 1103-as lakója volt. Sajnálom, de ebben nem tudok segíteni. Őrizetbe veszem, jöjjön velem. Bocsásson meg, uram. 8.50 márka. Köszönöm. Telefon. Jó, már itt vagyok. Tessék. Igen, rendben. Egy óra múlva ott leszek. Igen. Igen, megértettem. Mi az, hogy egy óra múlva ott leszel? Hová készülsz? Fogd már fel végre. Semmi közünk sincs egymáshoz. Én se tudom, mit keresek itt. Fogalmam sincs róla. Őrizetbe vettem dr. Blunkot, mivel alapos gyanú áll fenn, hogy Roland Liebold meggyilkolásában, ha nem is bűnös, legalábbis bűnrészes. Maga pedig ma délután elment dr. Blunk lakására. Mit beszélt meg vele? Hát jó. Barthausné itt járt ma délelőtt. Elmondta nekem, mi történt a házukban éjszaka. Maga mit csinál itt? Én keresek valamit. Megtudhatnám, mi az, amit keres? Egy bizonyos iratcsomót. Tehát maga betört ide? Nem. Kérem, ne féljen. Elmegyek. Azonnal elmegyek innen. Ön Barthausné? Igen. Bizonygatták nekem, hogy nem tartózkodik senki sem a házban. Bocsánat, én... Azonnal eltűnök innen. Maradjon csak itt. És mondja el, miről van szó. El is mondta neki. Az egyik konkurens céget érdekelték Barthaus professzor kutatási eredményei. És ez az érdeklődés konkrét formát öltött, hogy finoman fejezzem ki. Voltak gátlástalan embereik arra, hogy megszerezzék az anyagot. Ezek aztán dr. Blunkhoz fordultak. Ha talán nem mondok igazat, akkor helyesítsen, jó?
Igazat mond. Megtudták, hogy dr. Blunk a munkatársa volt Balthasz professzornak 1-2 éve. De maga félt. Inkább Rolandnak adta tovább az ajánlatot, akit jól ismert. És ő elfogadta 5000 vacak márkáért. Aztán az asszony azt mondta. Megkérdeztem tőle, mennyit ér a dosszié. Azt felelte, a konkurenciának? Milliókat. Amit pedig a saját fejlesztésükön takarítanak meg, az nem is mérhető számukkal. És? Folytassa! Azt javasoltam neki, hogy ezt az üzletet együtt csináljuk meg. És elmagyaráztam azt is, hogy miért. Felsoroltam az okokat, az indokaimat. A pénz szabadságot ad. És én szabad akartam lenni, független, ahogy ő is. Itt a menekvés. Nekem a házasságomból, neki a szegénységből. Túlcsábító volt a gondolat. Mit csináltak végül? A találkozót a City Pince garázsba beszélte meg, hogy ott adja át az iratokat. Azt mondtam, oda megy, és közli, hogy megkapják az iratokat. De majd akkor, ha megbeszéltük, mi az ára, az pedig más lesz, egészen más lesz. Azt mi diktáljuk, nem ők. Emiatt gyilkolták meg! És miért jött el ide az asszony? Miért? Biztosan megvolt az oka arra, hogy mindez bevallja magának. Nála voltak azok az iratok. Meg akarta kötni az üzletet. Csak most belevéve engem is. És maga hajlandó volt rá? Azt mondta nekem, jogom van hozzá. Megkért, hogy szóljak dr. Blumnak, ő pedig továbbítsa az ajánlatunkat annak, aki őt megbízta. Tehát ezért hajtott el a palaszba. Doktor, kérdeztem valamit. Igen. Aztán felhívott a szállodából. Közölte, hol van a találkozóhely, én pedig továbbítsam Balthasz nénak. És ő elindult már oda? Azt hiszem, igen. Hol a találkozóhely? Úgy sem érnek oda már. Mi a találkozóhely? Na, gyerünk ki vele. A bejárat. Az olimpiai stadioné. Megtudhatnám, hogy mi a neve, kérem? Nem kell tudnia a nevemet. Én vagyok az, akivel találkozója van itt. Ugyanaz, akivel Roland Liebotnak is találkozója volt? A City Pince garázsban? Igen. Az. Elhozta az iratokat? Előbb az árban egyezzünk meg. Szeretném látni, hogy mi van abban a táskában.
Ne mozduljon onnan! Ne lőjön! Örültség lenne. Mi ottan történt? Én beszéltem rá a fiút, hogy több pénzt követeljen. Ezért ölték meg. Én miattam. Eljöttem, hogy a gyilkosát lelőjem. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A gengszterek nem ismernek tréfát. Írta Herbert Reinecker. Derrick főfelügyelő, Horst Tappert, magyar hangja Szabó Otto. További magyar hangok. Gálvölgyi János, Szersény Gyula, Inke László, Földesi Margit, Makai Sándor, Újréti László, Götz Anna, Velencei István, Usztics Mátyás, Cigány Judit. Magyar szöveg Asztalos József, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Rolf Kestel és Michael Georg. Rendezte Alfred Forer.